Elérkezett a húsvét hétfő, és hát kigondolta volna az elmúlt napok havazásai után, hogy ilyen csodálatosan szépen fog sütni a nap. Hát arra gondoltunk, hogy így a nagy locsolósó keretében idén is meglocsoljuk kedvenc ismert embereinket, hogy ne hervadjanak el, és hát ugye, mint minden rendes műsorvezető, a Viva TV műsorvezetőnője Iszak Eszti is munkával tölti ezt a húsvét hétfőt, éppen ezért meglátogatjuk őt a Randi Kommandó helyszínén. Ez most egy kicsit rendhagyó locsolósó lesz, hiszen a Random Marcival jöttünk volna, de Marci még beteg, úgyhogy itt a Randi Kommandó helyszínén csapjunk le Esztire. Bocsánat, hogy zavarok. Szia Eszti! Szia Eszti! Figyelj, pár napja az Andrássyn jártam, ahol rengeteg havat láttam, akkor ugyan már el akart olvadni, de hogyha nem azzal, mással szabad elocsolni. Hát ezzel mindenképp, ha más nincs nálad, akkor oké, mehet a dolog. De akkor így utólag kellemes húsvétot kívánunk. Köszönöm szépen! Eszti, hogyan zajlott neked a húsvét? Nekem jó az zajlott, hát forgatással rengeteg munkával, mint mostanában minden nap, mert ugye pörög a Randi Kommandó, egyébként meg hát már meglocsolt a szerelmem, úgyhogy nem fogok elhervadni, de így meg már végképp nem fogok elhervadni. És mit adtál a szerelmednek? Tehát ugye mi fiúk azért javarészt, pláne fiatalon szeretünk inkább a pénzért menni, és nem a tojásért. Hát szerintem ő nem erre ment, hanem csak úgy azért, hogy továbbra is virágozzak és ne hervadjak el. Nem festettem tojást, most így időhiányában, úgyhogy egy ilyen kis, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen reklám, egy olyan tojást adtam neki, ami kívülről csoki, belül pedig egy ajándék van. Na hát, és akkor így végezetül alapjában szereted a locsolást? Én szeretem, én nekem ez az egyik kedvenc ünnepem. Nagyon sokan utálják, és nekem volt osztálytársaim is, fiatal lányok, azt mondták, hogy ők nagyon utálják, és el szoktak zárkózni. És egy idő után ez így kikopott náluk is a hagyományból, tehát ez már nem szokás. Pont azért, mert mindenki bezárkozott, és nem engedett be vendégeket. Tehát mi ezzel szemben mindenkit beengedtünk, festettük anyukámmal a piros tojást, meg a kék tojást, meg a minden színű tojást, és vártuk a locsolókat. Viszont most már hozzánk se járnak pont emiatt, mert hogy általában az emberek nem annyira támogatják ezt az ünnepet. Eszti, hát köszönjük szépen, hagyunk téged Randi Kommandót forgatni. Köszönöm tovább, szépen. Ti meg tartsatok velünk.